A magyar borászok szorgalmazzák az enyhítést, mert szerintük a zéró toleranciát el kell törölni hazánkban. Ezt azzal indokolják, hogy évek óta csökken Magyarországon a borfogyasztás, valamint szerintük egy pohár bor vacsorához vagy ebédhez nem befolyásolná a vezetési képességet. Hosszú ideje lobbiznak ezért. Nemrég a közlekedési tárca azt közölte, áttekintik a szabályozást. Ezt nagyon nehéz belőni, tehát szerintem az ki fogja bírni, hogy nem vezet, aki inni szeretne. Eddig is így volt, itt is működik Szekszárdon is. Vannak mindenféle bérelhető autóktól kezdve bármi, ha inni akarsz, akkor megoldod, de én nem törölném el, mert nem tudsz. Kinek van otthon mérőeszköze, hogy a 0,002 hol van? Nem fogja tudni. Hazánkban 15 évvel ezelőtt lépett érvénybe a zéró tolerancia, és azóta valóban kevesebb balesetet okoznak ittas vezetők, hiszen tudják, hogy a büntetés elkerülhetetlen abban az esetben, ha a szonda kimutatja, hogy történt alkoholfogyasztás. A vélemények azonban megoszlanak a lakosság körében is. Eszek egy pár falatot vagy ebédel, és utána megiszik egy pohár bort és sör, szerintem az nem igazán befolyása. Sőt, én még jobban vezetek, ha nem, már régen nem ittam, de nekem jobban legfekszem, ha iszok egy pohár bort. A borásztársadalom 0,5-es véralkohol szint alatt nem büntetné a sofőröket. Takler Ferenc szekszárdi borász korábban úgy fogalmazott, hogy kedvezőbb adózással és egyéb kedvezményekkel lehetne segíteni az ágazatot, és nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek feloldása beláthatatlan következményekkel járna. Én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. A borásztársaság azonban úgy véli, hogy az ittas vezetés ügyében Magyarország az Európai Unió legszigorúbbjai közé tartozik. Hazánkon kívül csak Csehországban, Szlovákiában és Romániában van még zéró tolerancia. A tagállamok többségében 0,5 g per literes, vagyis körülbelül 0,6-es véralkohol szintig nem büntethetnek. Én nem tartom károsnak, de nem pálinkát, meg nem hullarészegre inni magát, hanem egy pohár bor, vagy ami megfelelő mennyiségben engedhető. A kérésük elől eddig mindig elzárkózott a kormányzat, de most a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumban áttekintik a szabályozást. A magyar emberek erre nincsenek még felkészülve, úgyhogy a borászok és a papok is sajnos a munkájukat úgy végezzék, hogy vigye valaki őket haza. Mindig legyen valaki, aki hazaviszi őket. Fogadják el, hogy ez Magyarország, nem Németország. Németországban ez működik, Magyarországon soha nem fog. A magyar emberekben még sajnos benne van az a kultúra, hogy ha egyet szabad, akkor megiszom a másodikat is, mert nincs avval probléma, úgyhogy mi még erre nem vagyunk felkészülve. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azonban nem enyhítene, hanem épp szigorítana a szabályokon az Európai Unióban. Azt javasolja, hogy 2024-ben vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér.